probléma felvetése. Ugye legyünk őszinték, a jogi szabályozás a végfelhasználót semennyire sem védi. Tehát mindent forgalomba lehet hozni. Nagyon nehéz átlátni azon a marketing ködön, hívjuk csak így, amit különböző gyártók gerjesztenek. És csak itt néhány rövid példát sorolnék fel, ilyenek a pénzért vehető nagy díjak, csak le kell szurkolni az összeget, és már ott van a díj, a svájci, német, norvég kutatók sok éves munkái, kutatásai, különböző plecsnik, stb. Legyünk őszinték, a gyógyításban résztvevők is elég sokszor nincsenek tisztában a főleg kémiai és biológiai részletekkel, a hatóanyagokat illetően. Nagyon gyakran fél információ áll csak rendelkezésre, hogy például magnéziumot kellene pótolni, na jó, de miért? Tehát minimum 25 kombinált molekulár rendelkezésre mi lenne a jó? Jól hangzó elnevezésekből se vagyunk híján, amelyekkel fel vannak nagyítva a dolgok, például a liposzómás technológia érdemben nem működik vízoldékony hatóanyagokra, zsíroldékonyakra igen, vízoldékonyakra nem. Egy adott vitamin elnevezése mögött egy csomó más molekula állhat, mindegyiket E-vitaminnak hívják, de minimum 11 kombinációt tudnék mondani, illetve ezeknek a kombinálásával még több hozható létre. Az se utolsó szempont, hogyha beveszünk egy hatóanyagot, mondjuk legyen az egy cinkoxid vagy egy cinkcitrát, mondjuk a cinkoxid esetében az oxigén is hatással lesz a szervezetünkre, és majd a részleteibe kibontom ezt az egészet. Tehát ha akarjuk, ha nem, különböző hatások is érnek bennünket. A hatóságilag javasolt napi dózis az megmosolyogtató, mert például a C-vitaminra az a 100%, hogy el lehet kerülni a skorbutot. Persze nyilván ki tegye fel magának, mindenki magának a kérdés, hogy mi a célja. Ez vagy ennél több? Oké. Hatóanyag felszívódás óriási probléma, mert hiába raknak össze különböző hatóanyagokat együtt, azok nem fognak hasznosulni. Tökéletes példa, az összes kálciumot és magnéziumot tartalmó készítmény semmire se jó. A kálcium felszívódása priorizált a szervezetben, ionosan szívódik fel mind a kettő, aktív és passzív transzporttal, nem ez a lényeg, hanem az, hogy magnéziumból semmi se hasznosul. Na nézzük a jó híreket. Elég széles a kínálat, szinte végtelen lehetőségből lehet választani, és hogy mindenki saját maga a döntőbíró, tök mindegy, hogy ki mit javasolt. Mi lehet a megoldás? Hát nyilvánvaló, hogy naprakész tudás kellene, de azt gondolom, hogy ez kicsit a rögösebb út, mivel évente körülbelül 1 millió orvosbiológiai cikk jelenik meg, és mondjuk ha egy főállásban egy kutató ezzel foglalkozik, akkor körülbelül 1000-et tudna átnyálazni. Tehát ez egy teljesen esélytelen kategória. Lehet követni egy véleményformálót, de hogy ez azért gondolom egy rögös útnak, mert nagyon nehéz választani, nagyon meg kellene vizsgálni azt, hogy annak a véleményformálónak milyen érdekei vannak. Ugye ez a kifizeti a révészt típusú történet. És a harmadik megoldás, majd erről fogok beszélni, hogy olyan műszaki szempontrendszerek használata, amivel normális termékeket lehet választani. Nézzük a problémákat. Egy elnevezés mögött sok molekula áll. Ugye E-vitamin, ide a természeteseket, 8 fajta van, a szintetikusak, tehát mindent beleértünk, nagyon eltérőek a biológiai hatások, nagyon sokszor az alfa-tokoferrollal szokták azonosítani az E-vitamint, óriási tévedés. Ráadásul, hogyha valaki izolált alfa-tokoferrolt szed csak, tök jót akar az egészségének, de a legjobb védőhatással rendelkező gamma és delta-tokoferrolokat kiüríti a szervezetéből. Abszolút nem jó megoldás. A DL-alfa-tokoferil acetát, ez a legalja mindennek, nem véletlenül ez a legnépszerűbb. Ráadásul az L betű ott a D után, az azt jelenti, hogy ennek a hatóanyagnak az 50%-a eleve inaktív. Tehát semmire se jó. A tokotrienolok rendkívüli védőhatással bírnak, de sokkal többe kerülnek az egyéb E-vitamin formáknál, ezért nagyon-nagyon ritkán használják őket. Plusz trükk az, gyártói trükk, hogy a tartósításra használt E-vitamint, amit azért raknak a termékbe, hogy ne avasodjon meg a zsírfázis, vagy az olajfázis, hatóanyagként tüntetik fel. Tehát jellemző szöveg, hogy E-vitaminnal, meg nyomelemekkel, meg ásványanyagokkal, de semminek a koncentrációja, meg a molekulája, meg semmi nincs odaírva. Na ez is egy tökéletesen ilyen eset. Inaktív vitaminformák használata, ez a... Szinte mindig ez fordul elő.
mit nevezünk aktívnak és inaktívnak. Én azt hívom aktívnak, ami biztosan hasznosul a szervezetben. Inaktív formájú pedig az, aminek több transformációs lépéssel át kell alakulnia aktívvá, hogy hasznosuljon. Na már most ez az átalakulás vagy megtörténik, vagy nem. Csak így példa, mert hogy nem lehet az egészet kibontani, hogyha a B2 vitaminnál, ugye itt látszik, hogy ez riboflavin 5-foszfátta alakuljon, ahhoz szükség van energiára, egy enzimre, meg cinkre. Na oké, de ha a szervezet úgy priorizál, hogy cinkre most éppen nem ott van szükség, akkor a B2 vitamin pótlás riboflavin formában semmiképp se fog működni. Egyébként ez a FAD, ez az aktív forma, és ha valaki ezt szedi, akkor az nagyon valószínűséggel fog faddá alakulni, de ahhoz magnéziumra van szükség. A kálcium D-pantotenát esetén, ugye ez a B5 vitamin, az 5 lépcsőben alakul aktívvá, míg a pantetin forma csak 2-ben. A B6 vitaminnál tök érdekes, mert mindenki ismeri a magnézium B6 típusú termékeket, mindegyik esetben piridoxin hidroklorid a forma, ami 2 lépésben át kell alakuljon piridoxál 5-foszfáttá, de hogy piridoxál 5-foszfátot is bele lehetne tenni, de hogy ez nem történik meg. A B9 vitamin, az egy klasszikus, ugye a folsav, a kismamák abszolút tisztában vannak vele, azzal sajnos nem, hogy a fehér embereknek van egy genetikai mutációja, magyaroknál jellemzően 60%-unk érintett ebben, és az a 60% nem tudja hasznosítani a folsavat, és a táplálékkal bevitt étrendi folátot sem, mert ez az enzim a mechanizmusban hátrébb van, ők csak ezt a glükozamin L5 metil tetrahilofolát verziót tudják használni. És ez nagy probléma, hogy nem ezek kerülnek a termékben. A B12 esetében szerintem teljesen skandallum az, hogy cianokobalamin formát használnak, amivel gyakorlatilag ciánnal szennyezik azoknak a szervezetét, akik ezt beveszik. Mert lehetne metilkobalamint és adenozilkobalamint is használni, csak míg a cianokobalamin olyan 10.000 forint körül van az ára a világpiacon, a metilkobalamin 3 millió, az adenozilkobalamin meg valahol 6 millió környékén van. Szóval a lényeg, aktív formájú vitaminokat érdemes keresni. Egy adott molekulának minden része hasznosul, nem csak az, amit szeretnénk. Tehát, hogyha valami káros van benne, az is. Oké, klasszikus, orvosom azt mondta, szedjek magnéziumot. Oké. Az esetek, bemegyek bármilyen drogériába, magnéziumoxid az első, ami rám kacsint a polcokról, mi történik ekkor? Tök jó, a szervezet feldarabolja ugye a magnéziumoxidot, van egy magnézium ionom, hasznosul, örülök, mármint a szervezetem. Mi történik az oxigénnel? Hát, egy reaktív oxigéngyök, az nagyon nem hiányzik a szervezetnek, úgyhogy tök jó, mert leköti az antioxidáns rendszerét a szervezetünknek. Tehát csináltunk egy csomó kárt. Mind a mellett, hogy a biológiai hasznosulása körülbelül 2-4% között van. Abszolút kerülendő kategória. A magnézium kloridnál például, ugye ez egy nagyon divatos manapság, tehát hogyha valaki tápcsatornán keresztül beveszi, tök jó, mert klórnak szükségünk van, viszont hogyha valaki krémmel a tápcsatorna megkerülve, vagy bármi egyéb megoldás, ami megkerüli a tápcsatornánkat, akkor kloridionokat juttatunk a szervezetbe, ami a jód ionoknak a versenytársa, és a hölgyek jellemzően nem fognak örülni a pajzsmirigy alul túlműködés kialakulása miatt. De a személyes kedvencem, hogy jó példát is mondjak, ez a magnézium glicinát, vagy magnézium bisglicinát, ahol 2 glicinaminosavat kapcsolnak össze egy magnéziummal, ez egy tökéletesen jó forma, semmilyen káros mellékhatása nincs. A felszívódásért erős verseny van a különböző anyagok között, ezt figyelembe kellene venni, mert senki se veszi gyakorlatilag figyelembe. Tegyük fel, hogy sikerül egy jó molekulát választani, cinkpótlás, teljesen elreagáltatott cinkglicinátról beszélünk, nincs káros. Része, oké, hogy fog ez felszívódni? A cinket lehető legtöbbször rézzel rakják össze. Mi történik? A cink és a réz áldáz versenytársai egymásnak, úgyhogy nem fog működni a termék, tök jó. Ezt a felhasználó sose fogja megtudni. Természetesen egy nagyon-nagyon sok példát lehetne erre a felszívódási versenyre mondani. Ugye az elején említettem, hogy a kálcium felszívódása priorizált a magnéziumhoz képest, tehát alkalmatlan az összes ilyen kálcium-magnézium termék magnéziumpótlásra.
egyes anyagok koncentrációi és arányai nagyban gyakorlatilag eldöntik azt, hogy egy vitamin hasznosul-e vagy sem. Erre egy nagyon aktuális hoztam, ugye most elég sok helyről ez folyik, hogy D-vitamint kell pótolni, oké, de hogyan? A D-vitaminról érdemes tudni azt, hogy önmagában nem sokat ér, ráadásul nagyon olcsó. Tehát a bármilyen D-vitamin termék címkéje többe kerül, mint a D-vitamin egy havi adag, ami benne van. Elfejtik ráírni általában, vagy elmondani, hogy magnézium nélkül nem hasznosul a D-vitamin. Ráadásul, hogyha K2 vitamin nincs a termékben, akkor kb. 10-szeresére lehet gyorsítani az érelmeszesedés csak D-vitamin pótlással, mert a kálcium transportba vesz szerepet ugye a D-vitamin, és nem a csontokba kerül lerakásra a kálcium, hanem a lágyszövetekben. Ja, és akkor itt jön a trükk, tehát hogy mondjuk ha van egy jó termék, annak a 95%-át az árának körülbelül a K2 vitamin teszi ki, mert az nagyon drága. Tehát természetesen erre is megvannak a trükkök, mert hogy ha három dimenzióba gondolkodunk, akkor csak a transz háromdimenziós forma az, ami a K2 vitaminnál biológiailag aktív, a cisz az inaktív, cserébe olcsó, mert hogy a gyártás során mind a kettő keletkezik. Amikor szétválasztják, a ciszt el kéne dobni, de vannak olyan szemfüles gyártók, akik ezt megvásárolják, és ugyanúgy ráírják a termékre, hogy K2 vitamin, és így olcsó lehet K2 vitaminhoz jutni, ami nem tud csinálni semmit, mert biológiailag inaktív. Az A-vitamin, ő se hiányozhat a D-vitamin hasznosulás esetén, mert vannak olyan receptorok, amit egyszerre tud aktiválni a D és az A. Ha túl sok A-vitamin van a termékben, akkor nem fog működni. Erre hoztam példának olyan termékcsoportokat, ahol 10 000 nemzetközi egység A-vitamin mellé van, 1 000 nemzetközi egység D-vitamin. Ez semmire se jó. D-vitamin pótlásra abszolút nem, igazából A-vitamin túladagolásra igen. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy nem mindegy, hogy az A-vitamin retinol vagy valami karotenoid formájában kerül be a szervezetbe, mert hogy a beta-karotinokat nagyon gyenge hatásokkal tudja a szervezetünk konvertálni, úgyhogy a vegetáriánusok ilyen szempontból hátrányban vannak, illetve muszáj pótolni. Nagyon fontos tudni a D-vitamin pótlás esetén, hogy egyetlen egy multivitamin sem alkalmas a jelenlegi piacon D-vitamin pótlásra. Ez pedig azért van, mert telerakják A-vitaminnal, és a nagy A-vitamin koncentráció megakadályozza a D-vitamin hasznosulását. Azt kell nézni a címkén, hogy körülbelül 2000 nemzetközi egységnél legyen kevesebb A-vitamin benne, akkor működhet. Egyébként semmi esély. Hát igen, a gyártók ezt elég sűrűen elfejtik elmondani. Hogy itt a sok rossz hír, meg minden mellett valami egyszerű megoldást is próbáljunk mindenki kezébe adni, ezért született meg egy olyan nagyon egyszerű módszernek a gyakorlatilag az alkalmazása, ami egész jól működik, mert hogy a legrosszabb minőségi anyagok szempontjait, tehát azokat kimazsolázva gyakorlatilag ki lehet zárni azokat a gyártókat, akik nem érdemesek arra, hogy az ő termékeiket fogyasszák az emberek, és utána ki kell választani olyan gyártókat, olyan termékeket, akik egyetemben ott maradtak. Ez fontos megjegyzésnek tartom, hogy ez csak azokra vonatkozik, azokra az emberekre, akik önmaguknak jót szeretnének, akik placebót, mert ilyen is sokan vannak, az tök jó, az válaszol bármit. Oké, az első ilyen fő kettő példát hoztam, nyilván sokkal több van, az, hogyha a cianokobalamin a B12, hogyha a cianokobalamin, ahogy említettem, ciánnal fogja szennyezni egy nitril csoport, nagyon agresszív, antioxidáns rendszert leköti, abszolút káros, helyette metilkobalamin, adenozil vagy hidroxokobalamin kell, hogy a termékben legyen. Ha nem ez van, akkor nem csak a terméket kell elfelejteni, cianokobalamin esetén, hanem a gyártót is. Persze nyilván árkülönbség az, ami a háttérben van. A másik a folsav, folát. Ott ugye azt hiszem, nem tudom, hogy említettem, de a folsav is olyan 10 és 20 ezer forint körül van. A folát az több mint 4 millió, és kétszer annyit kell belőle adni, mint a folsavból. Szóval a jó hír az, hogy ha valaki ezt a két dolgot megfogadja, akkor a cégeknek a 98%-a ki fog esni. Nekem az a határozott véleményem, hogy a rossz minőségű anyagokkal nem picit javítunk az állapotokon, hanem rontunk, úgyhogy inkább nem kéne szedni semmit. Hogyha a jó hír, hogyha megmaradt az a 2%, akkor már csak három szempontot lenne érdemes vizsgálni.
Ez a koncentráció biológiai hasznosulás és a molekulaforma. Persze lehetne még egy Rohedli csomó más dolgot is figyelni, de hogy gyakorlatilag ennek nincsen értelme, mert mindenkinek véges a kapacitása, hogy generációkon átívelő epigenetikus hatások, gyakorlatilag ennek nincs értelme, ezzel a három szemponttal is abszolút célba lehet érni. És azt jelenti ez az egész, hogy ha valaki ezt jól csinálja, ezt az egyszerű dolgot, akkor nem lehet hibázni. Tehát két dolog van, vagy jó terméket választ, vagy nagyon jót. A rosszak azok kiesnek, és itt csak felsoroltam néhányat, hogy mik a nagyon jók, meg tehát ha valaki pantetin formában lát B5 vitamint, az csúcs, szuper, figyeljen oda arra a gyártóra, és vizsgálja meg a többi termékét is. De ugyanígy a tokotrienolok együtt a tokoferolokkal, stb. A téma hatalmas. Tudom, hogy hadartam, és nem lehetett kivontani részleteiben ezt az egészet. Egyértelműen megfigyelhető, hogy a csúsztatások elképesztően széles körűek, ezért mindenkinek abszolút a saját felelősség a termékválasztás. Tehát a rossz formájú vitaminok és hatóanyagok károsak, inkább ne szedj semmit, tehát magnéziumoxidot teljesen fölösleges szedni. Ha rosszul van összeállítva egy termék, például cink és réz együtt van benne, hát az nem fog működni. Az inaktív formák leggyakrabban nem hasznosulnak, mert a szervezet priorizál, ezért ezt érdemes aktív formákat keresni. A termékválasztásnál úgy vélem, hogy mindenképpen érdemes használni ezt a kizárás és kiválasztás szempontrendszereket, mert nagyon egyszerű, ugye még egyszer mi volt? Cianokobalamin, ezt mindenki a ciánról emlékezni fog, a másik meg a fólsav, ez is tök közismert, ezeket kell elkerülni. Amit mindenkinek ajánlok a magam részéről, az a D3 vitaminpótlás, de csak is kizárólag, tök mindegy, hogy hány termékből rakja össze magának, de D-vitamin mellett legyen K2, egy kevés A-vitamin, és magnézium mindenféleképpen. Cinkpótlás esetén ugye a klasszikus szabály résztől elkülönítve. A legutolsó gondolat az pedig az, hogy van egy videósorozat, ami lassan most már 2 éve fut, és minden epizódban röviden, de sokkal részletesebben a mostaninál arra hívjuk fel a figyelmet, hogy mit érdemes nézni a címkén, mik a gyártott új csúsztatások, azért, hogy valaki olyat válasszon, amilyet igazából szeretne. Mert azt gondolom, hogy ha egy gyártó azt mondja, hogy az én termékem rossz, de cserébe olcsó, az korrekt, mert megmondta. De mindenkinek a saját felelőssége az, hogy jól válasszon, és ezek a videók segítenek ebben. Köszönöm szépen!